Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Októberben először jelentkezünk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 4-2-re verte a Budaörsöt a kisvárdai futballcsapat. 6 testnevelőt tüntettek ki a megyei közgyűlésen. Miskolcon kezdi a szezont a nyíregyházi kosárcsuli. Győzelemmel mutatkozott be a futszálos ezüst csikó. 10 női és 6 férfi csapattal rajtol a megyei kézilabda bajnokság. Megszerezte a harmadik bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Sós Imre együttese az NB2 8. fordulójában a Budaörsöt fogadta, és 3-1-es félidő után 4-2-re verte ellenfelét. Nagyszerűen kezdte a meccset a hazai csapat, a 4. percben Lázár lövésébe Koszta tette bele a lábát, és a labda a budaörsi kapu bal alsó sarkában kötött ki. 2 perccel később egy védelmi hibát kihasználva Cseri ugrott ki, majd önzetlenül elősöz passzolt, aki 2-re növelte a várdai gólok számát. Nem kellett sokáig várni a 3. találatra sem, a 12. percben Cseri, Kornutyák erős volt a labdaútja, és a csapatkapitány 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A vendégek a 40. percben veszélyeztettek először, Csillag lövése viszont a szépítés jelentette a Budaörs számára. A 73. percben Papp talált Iváncsics kapujába, így izgalmas lett a hajrá. A mérkőzés a hosszabbításban dőlt el, amikor a 91. percben Rajci értékesítette a saját magától kiharcolt büntetőt. Beleestünk egy kicsit abba a hibába, hogy ott rá akartunk ülni az eredményre, holott végig biztattuk a játékosokat, hogy csinálják. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugye feljött az ellenfél, talált gólok voltak, igazán kidolgozott helyzetük nem volt. A Sós igazságtalansága lett volna, hogyha ezt a mérkőzést a csapat nem tudja megnyerni. Ismét egy olyan összeállításban lépett pályára a Kisvárda, amelyikben még nem. Most mutatkozott be immár magyar állampolgárként a csapatban Lukasz is, és pályára lépett Hegedűs Tibor is. Mikorra várhat, hogy kialakul esetleg egy olyan kezdőcsapat, amely akár több meccsen egymás után is, ha nincs sérülés vagy eltiltás, kifuthat a pályára? Hát ugye ez azért egy érdekes kérdés, mert pont a héten beszéltünk arról, hogy esetlegesen a fiatal szabályt mi is háttérbe helyezzük, és az eredményesség lesz a mi célra vezető. De aztán a heti edzésmunka úgy alakult, hogy azok a játékosok, akik pályára léptek, ezen héten olyan szinten dolgoztak, hogy helyet követeltek maguknak a kezdőcsapatba. Ez külön érdem a fiataloknak is, hiszen alanyi jogon játszottak, nem kellett, hogy figyelembe vegyem ezen a találkozón a fiatal szabályt. Ennek ellenére mindhárman végig tudták játszani a találkozót. Én úgy gondolom, hogy nyitott a csapat, természetesen, de egyre jobban kezd kialakulni egy olyan mag, amire hosszú távon lehet számítani. Egy ilyen eredmény és egy ilyen játék után milyen reményekkel utaznak az egyik bajnok esélyes ez a mezőköves ez a hétvégén? Hát nyilván ott nem mi vagyunk a mérkőzésnek az esélyesei, ott a hazai csapatnak kell jönni, meg fogjuk találni azt az ellenszert, amivel remélem, hogy pontot vagy pontokat fogunk tudni szerezni. Úgy kezdtétek a meccset, hogy azt minden csapat szeretné. A 12. percben többek között egy 2 gólonnak köszönhetően is 3-ra vezettetek. Gondoltad, hogy egy olyan meccs lesz mégis belőle, hogy az utolsó pillanatig izzulni kell? Igazából ezt vártuk, így is szerettük volna kezdeni a meccset, az az igazság. Hát az volt megbeszélve, hogy az első pillanattól kezdve nekünk menjünk, és megpróbálunk minél hamarabb gólt szerezni. Azt azért mi se gondoltuk volna, hogy 12 perc alatt sikerül 3-at. Utána egy picit úgy tűnt, mintha megnyugodott volna a csapat, és ez, sajnos ez picit meg is bosszulta magát. De az a legfontosabb, hogy a végén sikerült még egy gólt szereznünk, és így azért azt gondolom, hogy még hogyha az eredmény nem is azt mutatja, de igazság szerint én úgy gondolom, hogy maga biztosan megnyertük ezt a mérkőzést. Az előző két bajnokin ugye egy picit megtorpantatok, ez a ceglédi hétközi kupa győzelem jót tett a csapatnak? Nagyon jót tett ez a győzelem, igen, úgy gondolom, hogy adott egy kis önbizalmat, és hát reméljük, hogy most már nem állunk meg, ezen az úton fogunk tovább haladni. A jövő hétvégén az egyik bajnok esélyes csapathoz, a Mezőköveshez utaztok. Kiderült, hogy azt a Mezőkövest is meg lehet venni, akár még Mezőkövesden is. Ti milyen esélyekkel, reményekkel utaztok majd Mezőkövesre? Én úgy gondolom, hogy nincsen se könnyű, se nehéz ellenfél. Ez a bajnokság iszonyatosan kiegyenlített, úgyhogy nem hiszem, hogy meg kellene ijednünk akármelyik csapattól, így hát a Mezőkövestől sem. Tehát igazság szerint győzni megyünk oda. Ennyi. A Magyar Kupában NB1-es csapatot kaptatok, a Békés Csaba viszont talán megint abba a kategóriába tartozik, amelyet itthon meg tud venni a Kisvárda. Meg is próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy tovább jussunk ezen a kupamérkőzésen. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, azért mégiscsak a Békés Csaba egy NB1-es csapat, de megpróbáljuk, lehetetlen nincs, tavaly is túlmentünk az NB1-es Nyíregyházán, most megpróbálunk túlmenni az NB1-es Békés Csabán.
6 testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően az utánpótlás nevelésben és a tehetséggondozásban elért eredményekért díjazták a testnevelőket. A választás az egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen hála Istennek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rengeteg olyan testnevelő tanár dolgozik a iskoláinkban, a diáksport területén, aki elismerésre méltó és jogosult lenne. A kereteink azok meg voltak szabva, és ennek szellemébe természetesen meg kellett hoznunk a döntést, de úgy gondolom, hogy emellett ez a attól most 6-on kapnak kitüntetést, emellett minden testnevelő tanárnak az elismerése is a mai nap, és ezek a kitüntetések lényegében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport területén dolgozó összes testnevelő tanárnak szólnak, és mindegyikük elismeréséül szolgálnak. Az elmúlt években az eredményekkel magasra tette a megye diáksportja a mércét. A tanév még csak most kezdődött el, és ebben a versenyrendszerben gyakorlatilag most kezdődnek el a különböző bajnokságok is. Mi a előttünk álló 8-9 hónapra az elvárás, és milyenek a remények? Valóban igen, egész nagyon magasan van a léc, hiszen országos döntőket szerveztünk és rendeztünk le nagyon színvonalosan és sikeresen. Természetesen nem akarjuk alábbadni az előttünk álló időszakban sem, ugyanúgy továbbra is megvannak a terveink, szeretnénk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe továbbra is országos döntőket hozni, és a döntőket szót azt kiemelném, és bízunk benne, hogy ezek meg is valósulnak majd ezek a tervek, és újra sikeres rendezvényeken leszünk túl az évad végén. 6 megyebeli testnevelő vetett át elismerés most itt a megyei közgyűlésen. Ezt tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen a diáksport helyzete, de milyen országos szinten jelenleg? Én úgy gondolom, hogy ez országos szinten is jó helyen van, hisz a Diákolimpia versenyrendszerét 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Diáksport Szövetség, és egyedülállóan szervezi a felmenő rendszert, hisz az utolsó kis település is bekapcsolódhat ebbe a versenyrendszerbe, és be is kapcsolódik, reméljük, minél több gyerek. Ma pedig a Magyar Diáksport napja van, úgyhogy nagyon szép alkalom volt ez a kitüntetésre a itteni 6 testnevelőnek, hisz nagyon sok testnevelő tesz azért, hogy egészséges nemzedék nőjön fel, hogy a mindennapi életükben a mozgás része legyen a mindennapi életüknek, és a legtehetségesebbet, mint ahogy itt ez a 6 testnevelő életrajzából is hallottuk, eljuttassák az ország élvonalába, olyan élsportolókat is nevelnek, akikre büszkék lehetünk. Ahhoz, hogy eredmények legyenek, szükség van gyerekekre, szükség van létesítményekre, és szükség van elhivatott testnevelőkre, adott mind a három? Mind a háromból van, de nyilván nem vagyunk mindennel elégedettek, hisz a létesítményhelyzet az iskolákban a mindennapos testnevelés bevezetésével nem a legideálisabb, ezért fejlesztettünk az elmúlt 2 évben egy olyan módszertani anyagot, ami a mindennapos testnevelésnek az órai kitöltését segíti, pontosan az, abból az apropóból, hogy ahol nincs tornaterem megfelelő számban, akkor kint folyosón is tudjanak minőségi testnevelés órákat tartani. A közelmúltban vezették be a gyerekek állapotát felmérő NetFit rendszert. Milyen volt a fogadtatás és milyenek az első benyomások? Igen, első alkalommal, ugye 2015. januárjától volt kötelező az iskolákban ezzel a módszerrel mérni. Ez is része volt annak a projektnek, amiről az előbb beszéltem, hogy módszertant is kidolgozott a Magyar Diáksport Szövetség szakmai stábja. 89-90%-ba feltöltésre kerültek az eredmények. Úgy gondolom, hogy az első év tulajdonképpen tanuló év, de nagyon jól sikerült. Minden iskolába eljutottak a mérőeszközök, most plusz eszközöket fogunk kihelyezni a következő hónapban, mert az látható, hogy a nagy létszámú iskolákban egy mérőeszközzel nagyon elhúzódik a mérés, úgyhogy a nagyobb iskolák több eszközcsomagot kapnak, 5-6 is jut egy ilyen 7-800 fős iskolába, hogy megkönnyítsük a kollégáknak a munkáját. Én úgy gondolom, hogy ennek igazán akkor lesz eredménye egy pár év múlva, amikor a fejlődést is ki lehet mutatni, hisz ezek most a első eredmények, amiből nyilván egy fejlődést szeretne mindenki elérni. Gratulálunk a kitüntetéshez. Mennyi munka van el mögött, az elismerés mögött, magyarul mennyi ideje foglalkozik a gyerekek nevelésével, felkészítésével? Köszönöm a gratulációt. 1987. augusztus 16-ától vagyok Gyulaházán, attól kezdve, mint testnevelő, majd 1994-től, mint igazgató, tanítom, illetve vezetem az intézményt. Gyulaház egy kis település, ugye, és a kis településeken általában a futball az első számú sportág. Hogyan lehetett a fiatalokat rávenni arra, hogy más sportágat is kipróbáljanak?
Úgyhogy megvannak a feltételeink a labdarúgáshoz, adott a sportcsarnok, amely azt hiszem a megyébe egyik nagyon népszerű létesítmény. Emellett megépült az uszodánk, és akkor kezdett fellendülni az úszás oktatásunk, amely ma már mindennapos dolog nálunk. Nekünk nem probléma a mindennapos testnevelés, akár az úszást nézem, akár a sportcsarnokot, a kinti pályáinkat lehetővé teszik azt, hogy a gyerekeknek a mozgása biztosított legyen. Milyen eredményekre lehetnek büszkék az elmúlt időszakban? Büszkék vagyunk arra, hogy országos diákolimpiát nyertünk úszásban, váltóban, büszkék vagyunk arra, hogy labdarúgásban, Zalaegerszegen voltunk a futszal országos döntőn, kisiskolák országos versenyén voltunk, 2 éve visszamenőleg labdarúgásban, atlétikában országos döntőn voltunk, Székesfehérváron, Gödöllőn, mezei futásban, ezekre vagyok a legbüszkébb. A közgyűlésen elismerésben részesült még Bakosi Béláné, a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanára, Rontóné Tári Gizella, a Tiszavasvári Általános Iskola testnevelője, dr. Pintya Zoltán, a Nagyvarsányi Református Óvoda és Általános Iskola pedagógusa, Széles Zoltán, a Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium és kollégium testnevelő tanára, valamint Pap Szilárd, a Csengeri Makovec Imre Általános Iskola testnevelője. Vasárnap rajtol a szezon a női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. A Nyíregyházi kosársülő nyitófordulóban Miskolcon a DVTK második csapatának otthonában lép pályára. Szerintem a felkészülést a sikerült úgy végigcsinálnunk, hogy minden játékos olyan állapotba került, hogy a bajnokságot el tudjuk kezdeni, szerintem teljes erőbedobással. Az edző mérkőzések azok nem teljesen úgy jöttek össze, hogy mi arra számítottunk. Tehát 2 olyan közepes szintű csapattal játszhatunk, hogy akivel az eredmény kicsit nagyobb arányú volt, mint amire mi számítottunk. A Nagyváradra pontosan ebben a megfontolásban nem mentünk már ki, mert ugye nem érkeztek még meg azok az idegen légiósok, akiket várnak. Tehát úgy gondoltuk, hogy az ottani középiskolások és ottani egyetemi hallgatókkal játszhatunk már régebben mérkőzéseket, és úgy gondoltuk, hogy ez nem fogja olyan mértékben szolgálni a felkészülést, amire szükségünk van. Úgy döntöttünk, hogy nagyobb eredmény lehet az, hogyha azokat a játékosokat, akiknek még esetleg szükségük lehet a saláddal való együttöltésre, tehát nagyobb feltöltődést fognak kapni, hogyha onnan jönnek vissza a következő mérkőzésünkre, és így ezzel a elhatározása válunknak a hétvégi bajnoki mérkőzésünknek. Nem volt nagy mozgás a keretben, 3 távoztak, 3 új játékos érkezett. Változik-e ettől függetlenül valamennyire a csapatjáték a korábbi években megszokotthoz képest? Mindenféleképpen kell, hogy változzon a játékképen. Ugye a játékosunk, aki ment, az 4-es 5-ös poszton bevethető játékos volt. Ugye helyére 4-es 5-ös poszton, akit szeretünk volna ide jöjjön, ő inkább az NB1-ába ment, ami azért valamilyen szinten megérthető. Helyett egy 3-as 4-es poszton bevethető játékos érkezett a Lizák Kéti személyében. A másik két játékosunk, aki távozott, ugye az a Tóth Kitt és a Földesi Vanassa volt, az ő helyükre szintén hasonló kaliberű játékosok érkeztek. Ugye érkezett az ukrán válogatottból a Popenko Alexandra és a Szolnok csapatából a Fekete Dóra, tehát ők mind a ketten azt a szintű játékot képviselik, amit az előző 2 játékos képviselt. Egy kicsivel pörgősebbnek, gyorsabbnak kell lennünk, tehát a palánk alatti játékunk azért valamilyen szinten úgy gondolom, hogy nem lesz olyan meghatározó. Természetesen azért az ós játék innentől kezdve azért attól függ, hogy ő meddig és mennyit fog bírni. Előtérbe kerülnek azok a játékosok, akik ugye eddig kevesebbet vállaltak, most sokkal-sokkal többet kell vállalkozniuk, inkább letámadásra, a labdaszerzésre, gyorsításokra kell, hogy a nagyobb hangsúlyt fektessük, és meglátjuk, hogy utána az idő folyamát és a mérkőzés a mérkőzésre, meglátjuk, hogy hogyan kell még ezt a játékot tovább alakítani, mert pillanat ezzel az elképzelésre van neki a bajnokságnak. Legutóbb 5. helyezett volt a csapat, most milyen cél lett kitűzve? Úgy gondolom, hogy elsősorban a cél az, hogy ugyanezen a területen a legjobb 4-be kerüljünk. Ha erről a területre bekerültünk a legjobb 4-be, akkor utána kezdve már lehet azon gondolkozni, látva az ottani erőviszonyokat, látva azt, hogy melyik csapat milyen játékosokat igazolt, kihez, kik érkeztek, kik távoztak, és akkor már talán egy hosszabb távú tervet is meg lehet határozni. Most úgy gondolom, hogy az első nekiugrásra az a cél, hogy a legjobb 4 közé jusson be a csapat, és utána majd meglátjuk, hogyan tovább. Milyen reményekre utaznak vasárnap a DVTK második csapatához? DVTK-hoz elutazni, az mindig egy ilyen kérdőjelet kell, hogy fölvessen számunkra. Tehát ugye most tudjuk, hogy hétközben játszanak egy bajnoki meccset, és majd a következő héten szombaton. Tehát itt valószínűsíthető, hogy az ÁS keretből szinte minden játékos, akinek csak lehet, az le fog játszani. Tehát eleve úgy kell nekünk neki indulni ennek a mérkőzésnek, hogy egy nagyon erős harci csapattal fogunk szembenézni. Hogyha mindenki játszik, akkor az ÁS keretből 6 játékos fog lejátszani a B-ben, ami azért nem kevés, tehát nekünk ennek megfelelően kell, hogy
készülünk erre a mérkőzésre, meg is tesszük, innentől kezdve az a cél, ha véletlenül aztán mégse így állnak föl, akkor szerintem kellemes meglepetésként fog bennünket ez élni, de teljes előadással készülünk erre a mérkőzésre, és mindenféleképpen megpróbálunk nyerni. Lassan véget ér a felkészülési időszak, amit nem nagyon szeretnek a játékosok, kezdődnek a bajnoki meccsek. Te hogy érzed, milyen formába kerültél itt a bajnokság kezdetére? Azt gondolom, hogy egy jó alapozást tudhatunk magunk mögött. Két felkészülési mérkőzést játszottunk a szlovák másodosztállyal, illetve itthon a szolnoki csapattal. Mind a kettőt sikerült nagy arányú győzelemmel eszközölnünk, és tényleg jól ment a játék mindenkinek. Egy futós-pörgős játékot tudtunk játszani. Úgyhogy remélem, hogy ez a bajnokságban is így lesz. Egy 60, illetve 80 pont körüli győztes meccs után le lehet mérni, hogy helye közelni lesz képes a csapat a bajnokságban? Miután ugye a Szolnok a bajnokságban szerepel, tavaly sem szerepelt annyira rosszul, így, és ők nem nagyon változtak, tehát néhány játékos csere volt ott is, de azt gondolom, hogy jó csapatunk van idén, és jól fogunk tudni szerepelni a bajnokságban is. Győzelemmel mutatkozott be a nyíregyházi ezüstcsikó együttese a futszál MB2 keleti csoportjában. A fennállás első tétmecsét játszó gárda a megyebeli osztálytárs Csengert verte 8-7-re. Győzelemmel mutatkozott be a nyíregyházi futszál csapat, egy nemrég alakult együttesével, szó mit kell tudni róla? Nemrég alakultunk, igazából most játszottam mindenki az első futszál meccsét. Én voltam egy kicsit ebbe elborulva, mert én nekem ez a kb. 4. meccsem volt, ennyi volt az előnyünk, de a csapat tényleg most alakult, avval, hogy az MB2-be megálljuk a helyünket, próbáljuk Nyíregyházának egy kis sikert, egy kis jó hírt szerezni. Kik alkotják a csapatot, honnan szedtétek össze a játékosokat? A Makai Robi segített abban, hogy több megyei csapatból, több ilyen a környékről, illetve Nyíregyházról innen próbáltunk, és ezekből álltunk most össze. Nyitányként egy nagyon jó a futszában, már itt a régióban nevet szerzett Csenger, sikerült egy góllal megverni. Milyen volt a meccs? Nyertünk akkor ilyenkor jó a meccs, azért nekem voltak bajaim, mert a mi higgadtabban játszunk, akkor ez könnyebben eldől lehetett volna ez a meccs. Pont a Szilágyi is annyi sajnálom, mert a szülinapja volt, és nem akartam neki ilyen rossz emlékeket, de hát ez is egy jó emlék, nem neki? Tehát egy ilyen szempontból. Azt mondom, hogy a meccsbe, ha higgadtabbak vagyunk visszatérve arra, akkor gólokat rúghattunk volna. A Csenger nagyon jó erő, nagyon jó akaraterőből, nagyon jó szurkoló gárdával jött, és visszajött a meccsbe többször, amikor már hárommal elmentünk, vissza tudott jönni. Szerintem ez egy jó hírvevő volt a nyíregyházi közönségnek ez a meccs. Mi lehet a cél itt az első MB2-es évben? Egy tisztes helytállás, szeretnénk, azt mondom, hogy ez a gárda egy kicsit még erősödve az első ötbe ott fogunk lenni nyugodtan az MB2-be, de hát ebből a játékos alapján szerintem ez kell, úgyhogy még most játszunk először. A magyar válogatott egy emlékezetes meccsen kiharcolt az EB-re jutás, mit jelentett ez a futszál számára? Több mint 20 éve dolgozok ezért, hogy legyen, és most úgy érzem, hogy a srácok hoztak egy olyan lehetőséget a magyar futszába, amivel azt mondom, a Magyar Labdarúgó Szövetség remélem partner, és tényleg észreveszi, hogy itt nagyon sokan akarnak futszálod, és ez a hír, ami most végsöpört az országon, mert végsöpört, azt meg kéne lovagolni a futszálosoknak, és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a kezét kéne nyújtani, hogy mi ezt elérjük. Egy gólos nyíregyházi győzelemmel zárult a két megyebeli MB2-es csapat, lehet azt mondani, hogy rangadója, mondom, csalódott, hogy ezután a meccs után, hiszen nagyon jól kezdtétek a szezon. Nagyon jól kezdtük a szezon, mondjuk csalók egy kicsit a tabella két forduló után, hiszen egy olyan csapatnál kezdtünk, Gödöllőn, aki nagyon szimpatikus fiatalemberekből álló társaság volt, de első futszál meccsüket játszották, és nagyon kellemes ellenfél volt, ugye nyertünk 22-1-re. Majd a múlt héten egy presztízs rangadót játszottunk a Kastély Dombbal, amin sikerült 10-4-re nyernünk. Azt mondom, hogy helyenként már jó játékkal is, de ott sem volt igazán meggyőző a csapat. És ugye jött a megyei rangadó, amiről az előbb beszéltél, ma itt Nyíregyházán, ahol tudtuk, hogy egy nagyon motivált csapat ellen fogunk játszani, hiszen ezüstcsikónak az első mérkőzése volt az MB2-ben. Azt tudtuk, hogy nem egy olyan lelkes kis amatőr csapattal fogunk játszani, mint a gödöllői fiatalemberek két héttel ezelőtt, hiszen ha más nem, akkor Kis János edző személye garancia arra, hogy Nyíregyházán valami elkezdődött, és ebből biztos, hogy jó dolog fog kisülni. Nagyon nehéz erről a meccsről beszélni, én azt hiszem, mert vegyes érzelmek kavarognak bennem. Rettentesen rosszul játszottunk, nagyon rossz felfogásban játszottunk, megbeszéltünk egy taktikát, amit nem tudtunk megvalósítani. Le akartuk támadni az ellenfelet, hát ez a letámadás ez rettenetesen nem sikerült, mert langyosak voltunk, álmosak voltunk, ütemtelenek voltunk.
tudtuk, hogy kik a meghatározó játékosok, ezen ellenfélnek hagytuk őket játszani, hagytuk őket átvenni a labdát, hagytuk őket cselezni. Azt mondtad, hogy Nyíregyházán valami elkezdődött, Csengerben már korábban elkezdődött. A benneteket elkísérő szurkolókon is látszott, hogy egy kis futszálláz van Csengerben. Ennek a szezonnak milyen tervekkel vágtatok neki? Igen, a futszálláz az tovább tart Csengerben, de ugye örök a mondás, hogy az első évben viszi a csapatokat a lendület, a második év a legnehezebb. Ez már látszott a Magyar Kupa meccsünkön, látszott ma is, tehát most jön a neheze, én azt hiszem. Természetesen a közönségünk csodálatos, hiszen most is több mint 50 szurkoló elkísért bennünket, és azt hiszem, hogy csodálatos hangulatot teremtettek itt a csarnokban. Bízunk benne, hogy ez a futszálláz ennek a vereségnek ellenére ki fog tartani, és jövő héten egy sokkal jobb játékkal a Reac ellen, ami ugyanilyen nehéz meccs lesz, ugyanilyen hajtós és küzdős meccs lesz, sikerül javítanunk, és reméljük, hogy ismét teltház előtt ki tudjuk szolgálni nagyszerű közönségünket. A nőknél 10, a férfiaknál 6 csapattal rajtol a megyei kézilabda bajnokság. Mint a szövetség elnöke Tesmájer Gábor elmondta, folytatódik a Jump program és ismét megrendezik majd a Junior kupát, illetve a Szabolcs kupa utánpótlás tornát. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy a 2015-16-os női felnőtt bajnokságban 10 csapattal el fog indulni október első hétvégén a bajnokság. Nagyon nagy öröm az, hogy Balkán csapata, illetve Ibrány csapata is, tehát Ibrány is, illetve Balkány is egy-egy női felnőtt csapattal fogja magát képviseltetni a bajnokságba, Balkányunkba. Az elmúlt években sajnos nem volt induló, most újra az MKS tagjai között köszönhetjük a település kézilabda egyesületét, és bízunk benne, hogy eredményesen és sikeresen fogják venni a küzdelem sorozatot. A férfiak vonatkozásában is van egy kis érdekesség, megyén túli résztvevője is lesz a felnőtt férfi bajnokságnak. Itt a Sárospatak csapata nevezett megyén túli szervezetként. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos a megyei csapatok részére is. Itt érdekesség még az is, hogy a Fehérgyalmat Kölcsei Díjasa néven nem csak az MB2-ben fog férfi csapatot indítani, hanem a megyei bajnokságunkban is, felnőtt férfi bajnokságban is indul egy csapata. Az utánpótlás megyei lány korosztályban Debrecen Hajdúszoboszló egy vegyes csapattal képviselteti magát, és nagyon-nagyon jó hír az, hogy Nagy Ecsed részéről, bár még nem ezekben a bajnoki kiírásokban, hanem Szivacs kézilabdában, de lesz Nagy Ecsedi csapat is. Nagy Ecsed is most már teljes jó tagja a kézilabda társadalomnak, kérte a felvételét a Nagy Ecsedi Sportegyesület is, ezt a megyei szövetségi elnöksége támogatta, és legutóbbi elnökség ülésén úgy is döntött, hogy nagy szeretettel várja és tagjai között tudja a nagy esedélyeket is. Én úgy gondolom, hogy ez a megyei kézilabda fejlesztési folyamatnak egy igen fontos szezonja lesz majd. Én bízom benne, hogy a következő szezonnal kapcsolatos beszélgetés során újabb olyan szereplőkről tudok majd beszámolni, akik a megye kézilabda térképére települési szinten, csapatszinten is visszakerülnek. Most is mondhatnék még településeket, ahonnan jöttek be szándéknyilatkozatok, viszont a nulláról elindulva adott esetben nagyon nehéz egyből benevezni egy csapatot. Azon dolgozunk egyébként a háttérben a megyei szövetségi munkatársaival, hogy segítsük ezeknek a bekapcsolódni kívánó településeknek a sportszervezeteit, sportszakembereit ebben a munkában. A Jump program keretében, ami megyei szövetségi szervezésű program, talán nem nagy képűség azt mondani, hogy országosan is felfigyeltek erre a program, nagyon kedvező visszajelzések jöttek az országos játékvezetői albizottság elnöke részéből is, illetve azoktól a szakemberektől, akik a játékvezetők magyarországi képzésével foglalkoznak. Ebben a szezonban is 12 fiatal játékvezető jelölt, illetve már gyakorló játékvezető kerül be a programba. Én bízom benne, hogy hasonlóan, mint a tavalyi szezonban, most is lesznek olyanok, akik MB-s kerettagokká válnak, hiszen nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évben a Jump program keretében mentorált játékvezetők közül vannak olyanok bizony, akik igen szép eredménnyel és igen szép teljesítménnyel elérték ezt az eredményt. Ugye a célunk ez volt tavaly is, amikor életre írtuk ezt a programot, hogy ne csak a sportszervezeti szinten, ne csak a játékosok szintjén tudjuk a megye
játékvezető megye kézilabda társadalmát erősíteni, hanem ugye egy sportdiplomáciai, sportszakemberi szinten, játékvezetői szinten is megtörténjen ez. A második alkalommal megrendezésre kerülő februári második junior kupa, nemzetközi utánpótlás kupa kapcsán pedig azt szeretnénk, hogy egyrészt a résztvevő országok köre, valamint a résztvevő csapatok száma bővüljön, két korosztálynak, junior, illetve serdülő korosztálynak szeretnénk megrendezni ezt mostani terveink szerint ezt a bajnokság, vagy ezt a tornát. Ugye tavaly Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából voltak csapatok, illetve Magyarországról érkeztek, megyebeliek és megyén túliak is voltak. Szeretnénk az országok számának a bővítésénél esetlegesen lengyel, valamint osztrák vagy szerb csapatokat megszólítani, és a tavalyi eredményeket, tavalyi tapasztalatokat bemutatva idehívni őket, és reményeink szerint ugyanilyen színvonalas, és ugyanolyan magasan értékelt tornát tudnánk rendezni, mint amilyen most februárban megrendezésre került. Amikor én elnök lettem 2012-ben, akkor elhatározott szándékom volt, és az elnökségnek is ebben a vonatkozásban bírtam a támogatását, hogy egy önálló szervezésű megyei utánpótlás tornát hívjunk illetre, és immár ez a harmadik alkalommal kerül majd tavasszal megrendezésre. Az évek során, az elmúlt két év tapasztalataiból is tanulva, természetesen szeretnénk még komolyabb szakmai színvonalat elérni a torna rendezése során. A csapatok száma megfelelő, a játékosok száma megfelelő, folyamatosan egyébként bővül, majdnem, hogy inkább már vissza kell redukálni a részvevő csapatok számát, de nyitottak vagyunk teljes mértékben, és tavaly is nagyon kiváló mérkőzések, kiváló alkalmak voltak a játékosok részéről, hogy megméressék magukat, és nagyon jó hangulatban telt ez a tornasorozat. A szezon zárásaként, ez is már talán hagyományként mondhatom, hiszen immár harmadik alkalommal, júniusban egy szakmai nappal fogjuk majd lezárni az évet, itt játékvezetőknek, edzőknek, illetve versenybíróknak, illetve a szövetséghez tartozó szakembereknek a bevonásával közösen fogjuk értékelni az évet szakmai előadások keretében, és hát utána egy kicsit kötetlenebb formában is lesz lehetőség beszélgetni. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a szövetség életében az a fiatalítási folyamat, amely a szövetség keretein belül dolgozó önkéntesek, illetve szakemberek vonatkozásában érzékelhető. Ez oda vezetett, hogy szabadidős közösségi programokat is szervez már a szövetség, és ebben az évben is szeretnénk egy őszi, ilyen ősz búcsúztató, télköszöntő, második kézlabdások éjszakája elnevezésű programot szervezni. Tavaly is nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak bent, és kultúrát, vidám és boldog körülmények között tudtak önfeledten beszélgetni, szórakozni, táncolni az érdeklődő sportbarátok. Ezt meg szeretnénk most is tartani, és természetesen van még egy-két olyan dolog a tarsolyban, amiről azért nem akarok beszélni, mert nagyon sok mindentől függ. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!